Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Sikeres szezon tudhat maga mögött a kisvárdai futballcsapat. A bajnokságban és a HEP kupában is elérték céljukat a kék cápák. Több mint 180 versenyző jut asztalhoz a baptista sakk kupán. Szombaton rendezi meg a hagyományos Kárpát kupát az NTK. A hetedik helyen fejezte be a bajnokságot az NB2-ben a Kölcsei Díjese. 760-an vettek részt a nyugdíjasok nyíregyházi sporttalálkozóján. Sikeres szezon tudhat maga mögött a kisvárdai futballcsapat, mivel elérte a kitűzött célt, azaz bennmaradt az NB1-ben. Az együttes június 24-én kezdi el a felkészülést, a játékos keretben nem várható komoly változás. A korábbi évek tapasztalata egyértelműen és a tények is azt mutatták, hogy feljutó csapatok folyamatosan azonnal kiestek. Minden évben, amióta 12-es bajnokságról beszéltünk, minden évben ez volt a tendencia, és az villant föl, hogy ez egy kisebb fajta csoda, amit mi véghez vittünk. És hát nagyon büszke voltam arra, hogy egy ilyen társadalmi összefogásnak a szerves része lehettem, és egy olyan csapatot sikerült nekünk itt közösen kialakítani, amely az utolsó fordulókra már nem csak a helyi szimpatizánsoknak, hanem az ország futball szeretőjének is az elismerését kiváltotta. A kisvárda szempontjából hány nagyobb szakaszra lehet bontani a bajnokságot? Igen, ezt már én is átgondoltam, nem tudom így meghatározni, mert sok apró szakaszból állt, de volt egy fő szakaszunk, az a tavaszi időszak, amely talán kiegyensúlyozottságát tekintve az kiemelhető. Volt a kezdeti bizonytalanság, ugye ott a kettő forduló az úgy ment, hogy kaptunk 8 gólt, és nem szereztünk, szinte még szögletünk se volt. Nem is volt szögletünk, ez tény. Akkor nagyon rossz állapotban voltunk, nagyon-nagyon nehezen éltük azt az időszakot meg. Folyamatos kritikák keresztüzébe kerültünk, mind a hazai, mind az országos sajtóterületére, és hát nagyon nehéz volt ezt átélni és ebből kilábalni, de szerencsére van már olyan tapasztalatunk, hogy ezt higgadtan, leülve, átbeszélve játékosokkal, stábbal, vezetéssel hoztunk egy olyan döntést, hogy vezetőedzőcserét csinálunk, és akkor visszatérünk a hagyományokhoz, azt a filozófiát, klubmodellt szem előtt tartva, amit már 8 éve alakítottunk ki, és ez mindig sikerre vezetett. Visszatért az alázat a csapatba, visszatért a fizikai munka, és a Lacinak az érkezésével a kezdeti stádiumban a játékosok is a helyükre kerültek, mindenki azt a teljesítményt tudta már nyújtani, amire képes, és a saját posztján szerepelhetett. Ekkor volt egy pici megnyugvásunk, ugye a Puskásnál már azonnal szereztünk egy X-et, és már akkor azt mondtuk, ha jól emlékszem, talán még együtt is ültünk ugye ott, hogy legalább most már nem pont nélkül fogunk kiesni, hát ilyen volt az akkori hangulat, és hát abból sikerült fölállni. Aztán mélyebben belenyúltunk, és én úgy érzem, hogy a kulcs az volt, hogy a decemberi 3 fordulóban szereztünk 7 pontot, és megadtuk az alapot. Belátható távolságra került a bennmaradás. Még akkor is kieső zónában voltunk, de viszont azt mondtuk, hogy akkor hozunk pár játékost, akiknek az erejével, segítségükkel a tavaszi időszakra jobbak lehetünk. A 4 játékos érkezésével a kezdőcsapatba, illetve azért a Hugo Szekó az kisebb sérülése miatt többször partvonalon kívülről a kispadra került. Én azt láttam, hogy nagyon megerősödtünk, és az a kiegyensúlyozottság, az erő az a tavaszi szezonban egy olyan teljesítményet engedett, amelyel sikerült a megérdemelt bennmaradást kivívnünk. Voltak egészen nagyszerű meccsei csapatnak, voltak kevésbé sikerültek. Összességében, ha nézzük, mennyire lett az egy év alatt tényező az élvonalbeli futballon a kisvári. Mivel újoncok voltunk, teletűzdelve légiósokkal, ez nem váltott ki szimpátiát, az eredmény sem úgy alakult, ahogy a külföldiek miatt, ahogy várták volna, de hát ugye ezt tudjuk, ez egy folyamat. És aztán a végén azért ezek a játékosok bebizonyították, hogy nem véletlenül esett rájuk a választásunk. Tulajdonképpen a leginkább elismerésre méltó az, hogy a tavaszi szezonban, 2019-es évben harmadik helyezést szereztük meg, és az a gólkülönbség, amely megmutatkozott, hogy másodikok voltunk a Ferencváros mögött, az már elismerést váltott ki mindenkire, és a játékunk is. Domináltunk a mérkőzéseken, bátran fölvállaltuk a támadó játékot, nagyon sok támadást vezettünk, és a góljaink is jöttek. Azért felcsúton 4 gólt szereztünk, idegenbe a Debrecen ellen 3 gólt. Ez mutatja, hogy nem csak beálltunk sündisztomállásba és rúgtuk előre a labdát, amely korábban jellemzőink volt,
volt ránk néhány mérkőzésen, hanem bizony már teljesen tudatosan futballoztunk, és erre vevők voltak, nem csak a hazaiak, hanem az ország futball szimpatizánsa is. És egy ilyen kis klub, annak ellenére, hogy a legkisebb költségvetése 220 millió forinttal kevesebből gazdálkodott, mint az előtte lévő, meg tudtam mutatni, hogy egy társadalmi összefogással, egy nagy alázattal, futball szeretettel, munkába vetett hittel meg lehet csinálni azt, amit eddig nagyon kevés csapatnak, vagy szinte még senkinek nem is sikerült. Mekkora segítséget jelentettek a szurkolók, akik közül jó néhány rendőrt voltak az idegenbeli meccseken is? Nyilván ez nem egy olyan tábor, mint a Ferencvárosé, mégis az a fajta szeretet, amely ezeket a játékosokat övezte részükről, talán egyedi ember az országban, sokkal családiasabb, barátibb, amely az utcákon és a hétköznapokban is tetten érhető, mivel a játékosaink a városban laknak, ezért nap mint nap ki kell menni az utcára, ez egyébként a programunknak a része, és bizony, ott nekik szegezik a kérdés, vagy pedig adott esetben az összeborulás az öröm miatt megtörténik, és emiatt ők, én azt gondolom, hogy sokkal inkább magukénak érezték ezt a klubot, mint az a játékos, aki bemegy a stadionba, a külső területen ez egész héten nem látja senki, nem találkozik szurkolókkal, majd a mérkőzés lejátszva újra távozik. Ez egy teljesen másfajta feeling, ami nálunk van, és ennek a segítség a szurkolók részéről jelentős volt, azt mondhatom. Hogy néz ki a folytatás, hiszen most már egy picit más alapokról kell indulni a következő szezonnak, mint egy évvel ezelőtt? Megragadtunk, és a legfontosabb, sokkal könnyebb dolgunk van most, mint a korábbi évben. Ugyanis amikor az NB2-ből följutottunk, nem tudtuk, milyen szintet képvisel az NB1, nem tudtuk, hogy milyen játékosokat kell pontosan hozni. A saját tapasztalatunkra, illetve a játékosok véleményére, menedzserek véleményére hagyatkoztunk, és úgy kellett összeállítani egy NB1-es keretet, hogy tulajdonképpen a mi NB2-es csapatunknak a stabil része maradjon meg. Arra kellett ugye ráhoznunk játékosokat. Nagyon kevés idő állt akkor rendelkezésünkre az igazolások tekintetében, most viszont teljesen más a helyzet. Majdnem egy hónappal korábban befejeződött a bajnokság, és később fog kezdődni 2 héttel. Tehát tulajdonképpen ugye az augusztus 3-ai rajtig rengeteg időnk van még, most mindenki pihen, ugyanakkor mi már elkezdtünk dolgozni, de a legfontosabb feladatunk az, hogy a jelenlegi magot, a játékosokat, a legjobbakat, a húzókat megtartjuk. Büszkén mondhatom, már 85-90%-ával megállapodtunk a hosszabbításról, azokkal kellett természetesen, akiknek nem volt szerződésük, de 70%-ának volt, úgyhogy velük nem is kell foglalkoznunk. Konkrét kérők még nem érkeztek játékosokért. Ahogy telik az idő, egyre kevesebb esélye lesz, hogy távozzanak, mert nem fogjuk tudni őket pótolni. Tehát ha most jön valakiért, akkor elgondolkodunk, mert a piacon akkor szétnézünk, és talán tudjuk pótolni. Július 24-én jön mindenki. Én bízom benne, hogy egy teljes kerettel tudunk már akkor elindulni. 2-3 poszton szeretnénk konkurenciaharcot teremteni a csapatba, és szeretnénk 3-4 olyan fiatal labdarúgót idehozni, akikből egy fél év, éve elteltével stabil NB1-es játékos tudunk majd kialakítani. Hep Kupa ezüstéremmel és bajnoki negyedik helyezéssel zárta a szezont a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák szakmai stábjában nem lesz változás, és a játékos keretben sem várható nagy mozgás. Azt szerettük volna, hogy a tavalyi szezonhoz képest előrébb lépjünk. Ez sikerült, úgy gondolom, hogy reális ez a negyedik helyezés. Jó sikerült a felkészülésünk. A szezon elején vártuk azt, hogy melyik posztra tudunk majd légióst hozni. Aztán elhoztuk a Kájt, ugye 33-4-es posztra. Voltak jó meccsei, de igazán nem hozta azt, amit szerettünk volna tőle. Aztán hoztuk a Mike-ot, aki egy teljesen más rendszert hozott a játékunkba, és úgy gondolom, ez a januártól kezdve, amit a csapat játszott, az látványos volt, és nagyon sokat fejlődtünk. Maradt esetleg benned valami miatt hiányérzet? Szerettünk volna bejutni a döntőbe, én úgy gondolom, hogy a Veszprémben nagyon jó két meccset játszottunk. Sajnos jöttek ezek a sérülések, ha nem jöttek volna, akkor ez meg lehetett volna, úgy gondolom. Mennyi potenciál van még ebben a keretben, némi erősítése? Nyilván van még bennük, mindig lehet fejlődni. Azon leszünk a nyáron is, hogy a fiúk ne lazítsanak, hanem megkapják a nyári programot, most is felmérésük van.
és mindenki az alapján fog készülni a következő szezonra. Mennyire vagy elégedett, hogy lehet értékelni a 18-19-es szezont? Úgy gondolom, hogy összességében az elért eredményeinkkel elégedettek lehetünk. Az, ahogyan történt, volt olyan szakasz a bajnokságnak, ami nem tetszett, és amin változtatni kellett, és esetlegesen a következő évben ebből javítani is kell. Viszont sajnos a HEB kupán nem sikerült előre lépnünk, ugyanúgy ezüstérmet szereztünk, de ha megnézzük a realitásokat, akkor úgy gondolom, hogy abban a döntőben ez volt a reális eredmény, hiszen nem tudtunk úgy fölállni teljes csapattal, ahogyan szerettük volna. Azt hiszem, hogy akkor is nagyon szép eredmény az, hogy minden évben ott voltunk eddig a HEB kupának a négyes döntőjében. Szeretnénk természetesen ezt a jogoszokást megőrizni majd a következő években is, de ez még nagyon messze van. A bajnokság végén alakulhatott volna esetlegesen a rájátszás szebben is, de úgy gondolom, hogy tisztességesen helyt állt a csapatunk, és elégedettek lehetünk azzal, hogy ott voltunk a legjobb négy között. Az oroszlány került fel az A csoportba, az alapszakasz tekintve talán a Veszprém tűnt esélyesebbnek, hogy látod, jó helyre került az aranyérem? A Veszprém mindenképpen esélyesebbnek tűnt, ahogyan az alapszakaszban teljesített, azt hiszem nem volt kérdés, hogy ők a legesélyesebbek. Nem tudom, mi történt a döntőben, ez egy nagyon furcsa megtorpanása volt a csapatnak, hiszen ez még ellenünk az elődöntőben sem mutatkozott, bárha azt mondom, hogy végig szoros mérkőzéseket játszottunk velük, akkor ennek tükrében nem is tudom, hogy hová tegyem. A lényeg, hogy nagyon meglepett az, hogy ekkora különbséggel tudott nyerni az oroszlánya döntőben, viszont az oroszlány nagyon régóta szeretett volna fölkerülni az A csoportba, és úgy gondolom, hogy mindenféleképpen megérdemelték azt, hogy ott legyenek, meglátjuk, hogy fognak teljesíteni majd a következő évben. Tavaly nyáron volt egy pici koncepcióváltás, két olyan játékos érkezett, aki az előző két évtől eltérően nem saját nevelésű volt, ugye Bazsó Bruno és Tóth Gergely, mennyire vált be ehhez az elképzelés? Úgy gondolom, hogy akik látták a mérkőzéseinket, tudják, hogy milyen szerepet töltöttek be a csapat életében az érkezettek. Én úgy gondolom, hogy jó döntés volt, mind a ketten vezéregyeniségei voltak a csapatnak végig, és egy más szellemet is hoztak a csapat működésébe. Ami miatt ugye nem voltam elégedett a csapat egész éves teljesítményében bizonyos szakaszokkal, az őszi szezon volt, kicsit nehezen szokott össze egyébként a csapat, és az első időszakban nem úgy teljesítettünk, ahogyan azt elvártam, gondolok itt legfőképp a Budafok elleni vereségre idegenben. Ebből nekünk tanulni kell, és meg kell próbálnunk minél hamarabb összekovácsolni a csapatot, hiszen az látható, hogy egy hazai pálya előnye az milyen sokat jelent a rájátszásban végül. Majd meglátjuk, hogy a következő évben hogyan alakul ez. Természetesen én szeretném továbbra is, hogy nyíregyháziakra épüljön a csapat, de azt hiszem, hogy ha csak nyíregyháziakra épül, akkor behatároltak azok a lehetőségek, amiket elérhetünk. Kosárlabdára jellemző, hogy ha véget ér a szezon, már elkezdjük a következő szezon tervezni. Mi az, ami biztosnak tekinthető a Nyíregyháza Blue Sharks következő szezonját tekintve? A csapat magja az mindenféleképpen együtt marad. Az érkezettekről, a Tóth Gergő és Bazsó Brunóról azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy mind a ketten aláírtak már a következő szezonra is, és itt lesznek nálunk. De nálunk fog maradni Bús Iván, Mokánszki Márti és itt Kumarci. Úgy gondolom, hogy a Vaskó Gyurci és a Döme aláírásával sem kell sokat várnunk. Zinger Zoltán szintén közel van a megállapodáshoz, tehát azt hiszem, hogy a csapatnak a magja mindenféleképpen együtt marad. Hogy hogyan tudunk erősíteni, arra szeretnék egy kicsit várni, pontosan azért, mert az A csoportban ugye meghozta a szövetség azt a határozatot, hogy egy magyar játékosnak pályán kell lenni, és éppen ezért a magyar játékosok is egy picit kivárnak, mindenki keresgeti a helyét. Szeretném megnézni, hogy hogyan alakul ez a játékos mozgás, és akkor meglátjuk, hogy hogyan tudunk még erősíteni. Szakmai stáb? A szakmai stáb az megmarad, ugyanazok az emberek fognak nálunk dolgozni, akik az elmúlt évben is, bár mondjuk Tarnóczi Zalánnal, az erőléti edző csapat vezetőjével még nem beszéltem meg pontosan, de úgy gondolom, hogy nem dolgoztunk rosszul együtt, és nem hinném, hogy bármilyen akadálya lenne ennek, de akkor őket még tegyük kérdőjelesen. Lesznek olyan játékosok, akinek válogatott kötelezettségük lesz a nyáron, kik ők? Nagyon örülök ennek, hogy lesznek. Fazekas Csabi, Sitku Marci és Mokánszki Máté. Mokánszki Máté a 3x3-as válogatottal lesz ott. Egyébként neki úgy gondolom, hogy helye lenne az U20-as válogatottban is, de olyan jó teljesítmény nyújtott az U18-as 3x3-as válogatottban, hogy az U20-as, U23-asban is továbbra is szeretnének számítani rá, és ott fogja elkezdeni a felkészülést.
Több mint 180 versenyző ült asztalhoz Nagyhalászban, ahol 7. alkalommal rendezték meg az országos baptistasak kupát. Ennek a versenynek a megálmodója Szenci Sándor, a Baptista Szeretett Szolgálatnak az elnöke és Magyarországi Baptista Szeretett Szolgálat létrehozója, aki maga is nagyon közel áll a sakkhoz, és úgy gondolja, hogy a sakk olyan kompetenciákat fejleszt a gyerekeknél, hogy minél kisebb kortól érdemes bevezetni az iskolába. És nálunk hagyománya van annak, hogy már első osztálytól a gyerekek heti egy órában tanulnak sakkot, és akkor így kiválnak a tehetségek, tehát van lehetőségünk arra, hogy a tehetségek megmutatkozzanak. Nagyon fontos az is, hogy tehetségpont vagyunk sakk tekintetében, és így minél hamarabb tetten érhető az, hogy ki az, aki fejleszthető, és egy világbajnok sakkozóval is dicsekedhet az intézményünk, hiszen Demeter Dorina nagyon szép eredményeket ért el világviszonylatban. 7. alkalommal kerül itt megrendezésre az országos baptista kupa az ország minden tájékáról. Tehát épp úgy Dunántúról, mint Tiszán innen megyéből és más megyékből érkeztek különböző iskolákból a gyerekek. A versenyzők összesen 183-an vannak. Sajnos egy járvány ütött be most a környéken, és emiatt 200 alatt maradt a verseny. De hát ez a verseny a későbbi években, biztos vagyok benne, hogy a fenntartó meg fogja rendezni a továbbiakban is, 250 és 300 főt is el fogja érni. Rendkívül népszerű a sakk. A versenyek végén jellemzően alig akarják abbahagyni a gyerekek a sakkot, sőt most az imént volt ebédszünet, volt néhány gyerek, aki késlekedett az ebéddel, inkább még sakkozgattak együtt, hát szakmailag ez fárasztja őket, de ők ezt még nem érzik ennek a jelentőségét. Szóval rendkívül érdekli a gyerekeket a sakk, szeretik, amikor nagyon sok versenyt rendezünk a megyében, és ilyenre nagyon sokszor sor is kerül. Ilyen nagy volumenű versenyre, mint az országos baptista kupa ritkán kerül sor. Három ilyen rendezvény van a megyében, ami volumenében ekkora. Egyébként az országban sem nagyon szokott ettől nagyobb lélekszámú gyermekverseny lenni. Az egészen kicsik, tehát a 8 év alattiak azok a legkisebbek, és van még a kísérők, edzőknek is a külön verseny, azok a legidősebbek, tehát az olyan idősebb emberek is szerepelnek, mint én. Na most mit tanulhatnak? Hát az egészen kicsik, ők még rendkívül fiatalok és még kezdők a sakkban, tehát még nem művelik olyan magas szinten, hogy értékelhessék az ilyen törvényszerűségeket, mint összpontosítás, stratégiai látás, tervezés, a terv egy-egy következő elemének, azaz a konkrét lépésnek a megtalálása. Ahogy nőnek és fejlődnek a sakktudásban, úgy megszerzik ezeket az ismereteket, és ezeket mind tudják hasznosítani az életben is. A legnagyobb korcsoportban a 15-20 évesek között éppen egy 11 éves velencei fiatalember sakkozik az első táblán, eddig minden partiát megnyerte, kíváncsi vagyok, hogy ez az ügyes fiatalember hogyan fog zárni a verseny végén. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelve rendezi meg szombaton a Kárpát-kupát a Nyíregyházi Tekeklub. A tornán a hagyományokhoz híven itt lesz a Nagysárosi Együttes is. Most szombat egy kicsit sűrű lesz, azt lehet mondani, ugyanis a hagyományoktól egy kicsit eltérően nem az ősz folyamán, hanem előre hoztuk ide a május végi, június elejé időszakra. Mivel a Nyíregyházi Tekeklub 1999. évben alakult, így most 20. éves jubileumát ünnepli, és ennek kapcsán előrehozott versenyről beszélünk. A meghívásunkat elfogadta a szlovákiai Velkisáris szuperligás csapata, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy lesz egy komoly résztvevője a Nyíregyházi Tekeklub mellett, míg a Tekeklubunk is két csapattal vesz részt, illetve a Városi Amatőr Bajnokságnak a válogatott csapata is gurít majd, és egy ilyen négy csapatos tornát a hagyományoknak megfelelően hoztunk létre, és bízunk benne, hogy bár nem várhatunk olyan túl nagy eredményeket, de mindenképpen egy jó hangulatú, kiélezett mérkőzést fogunk majd látni. Milyen rendszerű lesz a verseny? A hagyományoknak megfelelően, mivel négy sávos pályánk van itt Nyíregyházán, minden csapatból egy-egy játékos van éppen dobóállásba, és akkor így lemegy a hat sor, és természetesen amelyik csapat a összfába a legjobbat eléri, az nyeri a 20 éves jubileumi Kárpát-kupát. Bízunk benne, hogy Nyíregyháza nyeri. Hozzáteszem, hogy a címvédője, úgymond a címvédője a velkisárosi csapat, úgyhogy mindenképpen egy jó tornára van kilátásunk.
Másnap viszont majd Debrecenbe fog ellátogatni egy csapat egy jótékonysági tekeversenyre, ahol egy debreceni ifjú tekézőnek a kórházi kezeléséhez járulunk hozzá, és egy országos rendezvényen kapcsán mi vasárnap guríthatunk, úgyhogy ennek keretében is egy újabb 120 dobás vár majd a Nyíregyházi Teke klub játékosaira, hogy egészen sűrű lesz a mostani hétvége számunkra. Ezzel a hétvégével véget is ér a szezon. Alapjában véve véget ér a szezon, vége van a világbajnokságoknak, vége van a bajnokságnak, a felkészülési időszak előtt majd egy kis pihenő következik, azonban nem lesz teljesen pihenő, ugyanis június 22-én Nagysárosra, Velkisárosra látogatunk, ahol 100 éves múltra tekint vissza a sárosi sport, és ennek a kapcsán a 100 éves jubileumi versenyen egy külön tekeversenyt szerveznek a szokásos sáros kupán kívül, úgyhogy mindenképpen még továbbra is mozgásban lesz a csapat, nem heti két edzéssel, hanem heti egy edzéssel csupán, de mindenképpen készülünk majd arra a megmérettetésre is. Visszatérve még a Kárpát kupára, szombaton hány órakor kezdik a verseny, és várható, amikor fejeződik be? Most 11 órakor fogunk kezdeni, akkor indulnak meg a gurítások. Körülbelül este 6 óra magasságában lesz vége a verseny, akkor lesz meg úgymond a végeredmény, és ezt követi majd egy záróvacsora, és mindenképpen bízunk benne, hogy sokáig fent tudunk majd lenni, sokáig tudunk majd beszélgetni a szlovákiai barátainkkal, természetesen itt alusznak Nyíregyházán, és bízunk benne, hogy tovább tudjuk majd öregbíteni a két csapat közötti jó kapcsolatot. A hetedik helyen zárta a bajnokságot az NB2 északkeleti csoportjában a Költségdíjese. Hadobás István együttese 6 győzelem mellett 12-szer szenvedett vereséget. Én azt gondolom, hogy az eredményjelző soha nem hazudik, most sem. Nagy várakozással tekintettünk az idény elé, mert tavalyi évünk nagyon nehéz volt, és gondoltam, hogy még egy olyan nehéz évünk nem lehet, hát bebizonyosodott, hogy lehet. Azt gondolom, hogy a 28 év alatt talán ez volt az egyik legnehezebb idényünk. Nagyon-nagyon sok problémával küzdöttünk, és itt egészségügyi és sérülésekre gondolok. Olyan hullám érte el a csapatot, ami rendkívüli. Volt olyan időszak, amikor rezgett a részesete, még a kiesés réme is felmerült? Nem, abszolút nem. Tehát eleve nem álltunk olyan helyen, másrészt pedig sokkal erősebbek vagyunk mi annál, hogy kiesés réme fenyegessen. Viszont olyan embereink sérültek meg a kezdőcsapatból 5-en, amit én azt gondolom, hogy nálunk erősebb csapat sem tudta volna hát minőség eredmény romlása nélkül átvészelni. Elég, ha csak arra utalok, hogy Gyimesi Lola hátsó keresztallag szakadása miatt nem tudott játszani, Márkus Gizit kezével műtötték, egyetlen másodpercet nem tudott játszani, Tilki Andi egészségügyi problémák miatt nem állt rendelkezésre, Katona Krisztinek fájt a keze, a dereka, Kellemen Grétának a dereka, a végén Tóth Gréta, aki 16 évesen a felnőtt csapat irányítója lett, térfizamot szenvedett, és hát sorolhatnám még tovább, tehát ezek mind-mind olyan meghatározó emberek, akik nélkül nem igazán Költsei a Költsei, de én azt gondolom, hogy reális az eredmény egyrészt, másrészt pedig, ha hozzáveszünk ehhez az ifi második helyünket, és azt, hogy végig harcban álltunk az aranyéremért is, én azt gondolom, hogy teljesen reális ez az eredmény. Milyen erősségű volt a bajnokság? Sokkal erősebb, mint a tavalyi. Most volt, azt gondolom, egy nagyon kiemelkedő csapat, a Füzesabony, akik végül is utcahosszal nyerték a bajnokságot. Volt egy nagyon gyenge csapat, a Alsó-Zsolcai Szepa. A többiek viszont oda-vissza bárki bárkit megverhetett volna. Nekünk is voltak meglepően szoros mérkőzéseink, például a Füzesabony elleni két meccsünkre utalok, Böszörmény elleni meccsünkre, Debrecenben nagyon jól játszottunk, és nem akarom még tovább sorolni, vagy a Vitkát említsük meg a megyei rangadón, kicsi hiányzott hozzá, hogy a végjátékban nem tudtuk idegenbe megverni őket. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon erős mezőny volt, reális a helyezésünk. A játékosok azért cserélődnek, Hadobás is, viszont az állandóságot képviseli. Könnyű még motivációt találni? Abszolút, nagyon szeretem ezt a munkát. Tehát ez számomra egyfajta hivatás, egyfajta misszió az, hogy a Költsei is kézilabda az volt, van, és remélem még sokáig lesz is, amennyiben partner az iskola vezetés, és őszintén minden elismerésem a Költsei Gimnázium vezetőségi, aki hagy bennünket dolgozni. A várostól is kapunk egyfajta támogatást, ezen kívül minden erőfeszítést megteszünk, hogy a TAO támogatással és egyéb támogatásokkal életben maradjunk, úgyhogy örömmel végzem ezt a munkát, nagyon szívesen lányok partnerek ehhez, minden nehézség ellenére én azt gondolom, hogy lesz Költsei is kézilabda még egy jó darabig. Hagyományos szíven megint új csapatot kell építeni? Lesznek változások.
három remek játékosunk érettségizett, akiket jelképesen el is búcsúztattunk, Katona Beát, aki egyébként a Kulcsáranyta emlékdíjat is megkapta a Kölcseiben. Ketten még egyéb nagy sportkitüntetést kaptak, a DS örökös tiszteletbeli tagja kitüntetést kapta Torkos Hanna és Kós Martina, akik érettségiztek, természetesen tovább tanulnak, okos lányok révén egyetemen. Nagyon remélem, hogy közülük, ha nem is mindenki, de egy-két játékos rendelkezésünkre áll majd, és hát jönnek az ifjú titánok, bár elég kevesen jelentkeztek a Kölcseibe, akik igazán kézilabdás múltra rendelkeznek, és hát szívfájdalmam is, hogy a Nádasi Marian vezette sportcentrumunk kívül nagyon-nagyon kevés az utánpótláskorú játékos Nyíregyházán, és hát a megyében is, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden nehézség ellenére talpon maradtunk, maradunk, folytatjuk az évet, most még edzünk egyébként, felméréseket végzünk júniusban végig, azt követően egy kis pihenő, és július második felébe folytatjuk. 760-an vettek részt a nyugdíjasok nyíregyházi sporttalálkozóján. A városi stadionban 8 számban mérték össze tudásukat a szépkorúak. 34 klubból érkeztek a nyíregyházi nyugdíjas szervezetektől, és hát óriási csúcsot javítottunk, hiszen a tavalyi 5. alkalommal megrendezett eseményen 660-an voltunk, most pedig pontosan egy százassal több, tehát 760 résztvevő vett részt, és 8 sportágban, 14 versenyszámban küzdöttek a résztvevők, és hát óriási szuper eredmények is születtek. Volt 92 éves is a résztvevők között, és természetesen az 55-öt betöltöttektől kezdődik a benevezhetőeknek a lehetősége, és hát nagyon nagy versenyek voltak, mindenki jól érzi magát. Milyek azok a versenyszámok, amelyeket a legszívesebben fogadnak és a legjobban élveznek a résztvevők? Atlétikában 100 méteren és 400 méteren bonyolítottunk versenyt, volt kislabda dobás, és az asztali tenisz, a tenisz, az ulti, a kosáradobóit büntető verseny volt, egy ügyességi sorverseny van, ami ebben a legnagyobb létszám vesz részt, és a teke és óriási létszámokat mozgósított meg, hiszen például a kislabdadobásban 340-en indultak, de a tekébe is 250-en. Kellemesen töltenek el itt a szépkorúak egy délelőttöt, és nagyon büszke vagyok rá én is, és a város vezetése is, hogy Magyarország legnagyobb szervezett körülmények között lebonyolított sporteseménye ez a szépkorúak részére. Úgy választottuk ki a sportágokat is, és az ügyességi vetélkedő számait is, hogy nehogy véletlenül valami baleset történjen. Mindig figyelembe veszük a szépkoroknak az igényét, hogy mi az, amit esetleg vegyünk ki, mind javítsunk, de olyan örömmel csinálja mindenki, és én nagyon büszke vagyok ezekre a szépkorokra, én is közéjük tartozom, és hát ugye Nyíregyházán működik egy szépkorok nyíregyházi sportcentrumos sportklubja, amiben most már büszkén mondhatom, hogy 504 fő szerepel május első csütörtökétől egészen október utolsó csütörtökéig, gyakorlatilag jógába, ahol már 90-en vannak, tekébe, asztali teniszbe, kocoghatnak a centerpályán a rekordtán borításon, és várjuk a további jelenkezőket is, hiszen évről évre jönnek újak, mert a 11. évfolyamot indítottuk el az idén, és az első évfolyamban 14-en voltak, most pedig már 504-en. Mi a tapasztalat, mennyire aktívak nyíregyházai nyugdíjasok már, ami a mozgást illeti? Nagyon aktívak, nagyon sokan járnak ide a sportcentrumba is edzeni, jogázni, tornázni, nagyon szeretik. Körülbelül 5-600 fő az, aki rendszeresen eljár sportolni ide. Mit tetszenek tapasztalni, mennyire tesz jót a rendszeres mozgás ebben a korban? Nagyon jót. Én elmondhatom az egyesületünkből, hogy 90 éves van közöttünk jelen pillanatban is itt van, és a 80 év pedig mintegy 40 fő, és zömébe mindegyik eljön sportolni. Nagyon szeretnek sportolni. Ennyi fért a mai sportszeletben. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.